A délelőtt folyamán három rendhagyó órán vehettünk részt, amelyet tanáraink és vendégelőadók tartottak. Szóval ebből megtudtuk, hogy a levegőnek van nyomás. Na most azon kísérletek közül válogattam most néhányat, ami a levegő nyomással kapcsolatos. És akkor kikeljük. Oda fújjuk közé. A. Nem történik semmi. B. Ezek így fognak kinézni. Különösen népszerű volt az öveges professzor kísérletei előadás. Ezután a díjátadó következett, ahol kihirdették többek közt a stand, a dalnokverseny és a vetélkedők eredményeit. A díjátadó után az osztályok elkezdtek készülődni a farsangra. A farsang témája a 60-as, 70-es, 80-as évek mesefilmjei voltak. Ezt követően iskolán tanárai adtak elő vicces jelenetet a Dr. Bubóból, majd egy szuper táncot. Köszönjük ezt a fantasztikus témahetet minden közölműködőjére. Nem minden nap találom olyan szerzőt, hogy nem tudom. Nincsen. Maga mondja, ha nincsen. Reméljük jövőre is hasonló jó lesz az egy hetes rendben. Nem ültem volna fogadni, hogy nem is van. Tudja, hány emberrel találkozok én egy pincér, kocsmár. Te volt az nem macska. Nem, akkor miért hívogatja folytat, hogy cik, hello. Na jó, maga sem lesz itt a rétegezett betűnc, hogy erről mit tűnik. Arisztotelész. Megadom magam. Hogy? Tudja, sajókám, már 3 éve van itt a pincén egy kis tartozásom, de ne fáradjon vele, majd megadom magam. A mai napon lezárjuk a tematikus hetet, a retro korszakot megidéző hetet, amelyen úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta magának megfelelő programot. Kezdetét vette a farsangi diszkó. We'll be right back.
12. évfolyam szerepelt a dalnak versenyen.